Szerintem eddig mind a három mérkőzésünkön összességében jól teljesítettünk. Tényleg a Debrecen meccs vége volt az, ahol kicsit azt mondom, hogy szétesett a játék, ott támadásban, meg védekezésben is nagyon sokat hibáztunk, de annak nagyon örültem, hogy az Eto ellen végig nagyon jó teljesítményt tudtunk nyújtani. Örülök neki, hogy eddig jól kezdtük a mérkőzéseket, ez biztos, hogy ezek után is tartanunk kell, mert nagyon fontos egy jó kezdés, viszont nagyon fontos a jó folytatás is, szóval ezt 60 percen keresztül tartani kell. Biztos, hogy mint feljutó csapat nagy ambíciókkal érkeztek ide, és minél több pontot szeretnének szerezni, szeretnének maradni az NB1-be. Így szerintem minden csapatnak nagyon kőkemény mérkőzésre kell készülniük ellene, így nekünk is, és erre is készül a csapatunk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de nyerni szeretnénk ott. Szerintem mindig egy jó elegyet képez egy csapatban, hogyha vannak rutinos játékosok, illetve vannak lelkes feltörekvő fiatalok is. Ebből kell nekik is egy jó csapatot építeniük. Szerintem e felé nagyon jó úton haladnak, így erős csapat lesz majd.